Már október elején elkezdték árulni a koszorúkat Karcagon, nem csak a virágboltokban, hanem a temető környékén is. A mécseseket igen keresik, 150 forinttól van 2000 forintig, ez például egy 1000 forintos mécses. A roham még nem igazán indult be, de már az érdeklődés egyre nagyobb, nyilatkozta televíziónknak Mándi Jolán árus. A roham még igazán nem indult be, de már az érdeklődés egyre nagyobb. Igazából most a száraz koszorúkat keresik, de nagyon nagy az érdeklődés a selyemre is, ugye azok mindig árban olcsóbbak, és ugye hát kinek milyen az igénye. A vásárlási szokások igen eltérőek, bár már van kialakult vásárlói szokás is. Hó elején általában mindig az idősebbek vásárolnak, ugye a fiatalok az utolsó percekig kihúzzák. Az árak minimálisat emelkedtek a tavalyihoz képest. A legolcsóbb koszorú 600 forint, a legdrágább pedig 11 000 forint jelenleg. Egyedi igényeket is kielégítenek, választék végig lesz. Választék végig lesz, de ugye tehát hiába mondjuk az idős néniknek, úgyis megveszik időben. Nem csak a koszorúkat keresik, hanem a mécseseket is. Ebből nagyon sokat eladunk, tehát olyan 10-15 darabot általában mindenki megvesz. Nagyobbakból kevesebbet, ugye nagyon közvetlen hozzátartozóhoz, de a kisebb mécsesekből sokat eladunk. Több vásárlót is megkérdeztünk, sokan a saját kiskertjükből viszik ki a temetőbe a szeretteikhez a virágot. Meg virágot odahaza, megtermelem magamnak, most is ott voltam a temetőbe. Azért nem szoktam csak a koszorút, itt szoktam mindig venni. A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik. A zene kétséget rejt. Bánatot és út felettet. Örömöt, boldogságot, vígságot és szelídvihoz. Kodály Zoltán szavai jól illenek a zenevilágnapjához, mondta Plósz Csilla, a KIAMI vezetője, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézmény koncertje kezdetén. A zenevilágnapja a zenészek egyik legnagyobb ünnepe, én már 1975 óta, hiszen Yehudi Menuhin kiváló hegedűművész kezdeményezésére ezt a napot nevezték ki akkor a zenevilágnapjává. Azóta minden évben a zenészek és a nem zenészek is megemlékeznek erről a napról, és így tesszük mi is most. Örömzenélés lesz a ma este is. Az apróságoktól kezdve egészen a nagyobbon keresztül a pedagógusokig mindenki fog szerepelni a mai műsorban, és nagyon boldogok vagyunk, hiszen közel 2 éve nem találkozhattunk ilyen keretek között. Azóta új növendégek is lettek, új pedagógus kollégák lettek, akik most először mutatkoznak be itt ezen a színpadon. Tehát ez a mai hangverseny ilyen szempontból is egy rendhagyó hangverseny lesz. Felléptek az iskola elsős diákjai, és azok közül is többen, akik már évek óta tanulnak egy hangszeren, vagy a magánének tanszakon. Kevés ez az idő, ugye szeptemberben, hogy felkészüljünk, tehát erőltetett menetben készítették fel a pedagógusok a gyerekeket, és mellette ugye ők is gyakoroltak, hogy színpadra állhassanak. Szokni kell a közönséget, mint ahogy említettem már az elmúlt időszakban, nem sok lehetőségünk volt arra, hogy színpadra álljunk, sem a gyerekek, sem pedig a pedagógusok. Nagyon hiányzott már ez, és abban bízunk, hogy ma sokan ellátogatnak ide a művészeti iskolába, és meghallgatják a kis hangversenyünket, amivel szívvel, lélekkel készültünk. Itt mutatkoztak be az iskola új tanára is. Egyrészt kísérték zongorán tanítványaikat, másrészt önállóan is felléptek diákjaik és a szülők előtt.